Hát tulajdonképpen nem tudom, hogy Bokros Lajoson milyen nyelven kéne beszélni. Én a magyart azért választanám szíven szerint, mert azon kívül Zdrasszújtje, viszonylag keveset tudok már rosszul, szemben önnel, akinek viszont ez nagyon jól megy, de nem kapott választ Putyin elnöktől. Ez gondolom szomorúsággal tölti el a szívét. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nem vártam választ Putyin elnöktől. Ezek a kérdések sokkal inkább a magyar közvéleményhez szóltak. Rávilágítottunk arra a négy óriási ellentmondásra, ami az orosz politikában megnyilvánul, és magunk adtunk rá választ tegnap. Magunk tegnap a lengyeleknél? Nem a lengyeleknél. Magunk tegnap azzal a válaszsal, amit kapott? A Modern Magyarország mozgalom úgy gondolta, hogy fontos ezekre a kérdésekre választ adni, de ha gondolja, akkor végigmehetünk a kérdéseken. És szaladjunk végig rajta. Az első kérdés az a népek önrendelkezési jogáról szólt. Ugye Putyin egyik oldalról támogatja az orosz ajkú ukrajnai lakosság önrendelkezését, miközben elnyomja a csecseneket, az ingusokat, a dagesztániakat. Tehát megkérdeztük azt, hogy vajon csak az orosz népet illeti-e meg az önrendelkezés, vagy minden más népet. Hát erre nyilvánvalóan az a válasz, hogy a nagy orosz nacionalizmus szempontjából senki mást a függetlenség és az önrendelkezés nem illet meg, csak az oroszokat, és a többi népnek ez nem jár. Ez egy nagyon fontos ellentmondás, mert ugye egyik oldalon a grúzoktól, ha úgy tetszik, erőszakkal elvett Abházia, Dél-Ossétia, azon kívül a Moldáviától elvett Transnisztria, ezek mind olyan területek, amelyeken orosz nyelvű lakosság él, és ezek olyan konfliktusokat jelentenek, amik folyamatosan izzásban tartják a térséget, és egyúttal szegénységet, lecsúszást okoznak. Ez a folyamatos izzás? Tehát például az, hogy a balti államok úgy érezzék, hogy az ő majdnem fele részben meglévő orosz lakosságuk lehet, hogy valamit fontolgat? Miközben lehet, hogy semmit nem fontolgatnak, csak megy ez a bizonytalanítás. Én azt hiszem, hogy a balti államok esetében Putyin reálisan nem fontolgathat semmit, mert ezek NATO tagállamok. És hogyha belegondolunk, ha a NATO-nak kötelezettsége volna katonai erővel megvédeni ezeket az országokat, ez nem lehetőség, nem választás, hanem kötelezettség. Ukrajna esetében, Dél-Osszétia, Abházia vagy Transnisztria esetében ilyen kötelezettség nincsen. Tehát akkor itt azt használják ki, hogy gyakorlatilag védtelenek. Tehát pontosan. Az történet, amit látunk, hogy kéri a világ, hogy hagyd abba, a világnak pedig Putyin azt inti, hogy majd abba hagyom, amikor akarom. És ennek a fő célja az, hogy megakadályozza Ukrajna, Grúzia és más országoknak a NATO-hoz és egyáltalán a nyugati civilizációhoz való közeledését. Putyinnak van egy nagyon régi, még a cároktól örökölt gondolata, nevezetesen, hogy mindenki Oroszország elpusztítására tör. Oroszország, mint egy zárt, ostromlott erőd, amit minden oldalról ellenségek és ellenfelek vesznek körül. Rossz indulatú, gonosz törekvése az a nyugatnak, hogy Oroszországot felmozsolja. Ilyen törekvése a nyugatnak természetesen nincsen, de belpolitikai használatra ez az állandó félelem, ez az állandó izzás, ez az állandó ellenségkeresés, ez nagyon jól alátámasztja. Az elmúlt 100 évben az orosz nép ebben a tudatban élt, hiszen folyamatosan ezt súlykolták 1914-től kezdve a forradalomban, ezt súlykolták ugye a nagy októberiben, ez igen. Volt a második világháború alatt és után, igen. A hidegháború. Jó, de akkor tehát, volt is. Hogy van ennek alapja az orosz lélekben, mert ehhez szoktak? Van ennek alapja természetesen, de azért azt látni kell, hogy Oroszország már a nagy októberi szocialista forradalmat megelőzően, ha úgy tetszik, imperialista nagyhatalom volt, amely folyamatosan azt megelőzően 300 évig terjeszkedő politikát folytatott. Most mindig kitolni a határokat annak érdekében, hogy utána majd a következő kitolásnál újabb ellenségeket szerezzünk, ez egy nagyon érdekes logika, és akkor már nem lehet csodálkozni azon, hogy azokra, akikre rátoltuk a határokat, finnek, balti államok, stb., azok netán ellenfelekként vagy ellenségként néznek Oroszországra. A második kérdéskör a gazdaságra vonatkozott, igen. Hogy hol van a verseny, hol van a semlegesség, hol van a szabadság. Hát hol? Igen, azt az ellentmondást akartuk felvillantani, hogy minden gazdag orosz oligarcha Londonban vesz lakást, és a megszerzett jövedelmét azt nem Oroszországban fekteti be. Semmiféle magas feldolgozottsági fokú innovációt magában foglaló terméket Oroszország nem exportál. Az export 3/4 része nyersanyag és energiahordozó, tehát egy elmaradott, lecsúszó országgal állunk szembe, amit most különösen sújt ugye az olaj és a gázáraknak a világpiacon történő csökkenése. Ezt a modellt csak azt tudja fenntartani, hogy a versenytorzító, piacellenes, tőkellenes megoldást keretezi
egy irányított demokrácia, és ez az irányított demokrácia teljes egészében megfelel az orbáni illiberális azt demokrácia felfogásnak. Azt akartam kérdezni, most Magyarországról vagy Oroszországról mesél, mert hát ugye ezeket szokta elmondani Magyarország kapcsán is. Nézze, ami összenő, az összetartozik, vagy ami összetartozik, az összenő, tehát ez a kétfajta illiberális felfogás, ami Orbánt és Putyint jellemzi, ez tökéletesen kiegészíti egymást. Az a helyzet, hogy a mi miniszterelnökünk nem ismeri föl, hogy Magyarország nem Oroszország. Tehát egy ilyen nagyon kisméretű, teljesen nyitott nyersanyag és energiahordozóktól nagyon szegény. És egyúttal az Európai Unió tagjaként szereplő, tehát a határon túli tőkeáramlást megakadályozni nem tud országban. Ugyanaz a gazdaságpolitika, ami legalábbis egyfajta stagnálást vagy lassú növekedést Oroszországban hoz, az Magyarországon kizárólag csak lecsúszást tud eredményezni. A nyugati sajtó nem így olvassa Orbán Viktor szándékát, sokkal egyszerűbbnek látja. Bármi áron, ha kell, akkor Putyin elnök segítségével is orosz pénzen, de hatalomban maradni. Persze, ez teljesen tehát egyértelmű. A nyugati sajtó egy része ezt így látja, és így fogalmazza meg. Ez nem mond ellent annak, amit én az előbb mondtam. Hát annak igen, hogy nem gondolja azt, hogy ez egy kis Oroszország, azt gondolja, hogy mindegy, majd Oroszország segít. Nem, a probléma az, hogy ez a modell egy kicsi, nyitott, szegény országban nem lehet életképes, nem hozhat gazdasági fejlődést és növekedést. Az más kérdés, hogy a hatalmon lévő elit az jól él adott esetben az oroszországi pénzből, vagy tud olyan megállapodásokat kötni, amelyik az ő jeles érdekeiknek megfelel, de hogy az ország érdekeinek ezt bizonyosan ellentmond, azt nem lehet vitatni. Szemrehányást tett az orosz kormány katonai intervenciója okán, amit Ukrajnával szemben bevallatlanul, de most már igen látványosan elkövetett. Azt hiszem, hogy erről sokat beszélünk, nem érdemes. Arról viszont annál inkább, mert ez viszonylag világos, de arról annál inkább, hogy azt is írta, hogy a szélsőséges pártokat Európa szerte az orosz kormány pénzeli támogatja, működteti szinte. Ezzel mi lehet Putyin szándéka? Az Európai Unió megosztása. Az, hogy meggyengítse az Európai Unió egységét, hogy lehetetlenné tegye azokat a szankciókat, amelyek Oroszországot sújtják, és minél több olyan szövetségest Oroszország mellé állítani, amelyek ebben a áldatlan küzdelemben a kelet és a nyugat harcában, úgymond a kelet mellé. Na, de ha így nézzük, akkor az, hogy Orbán Viktort megnyerte magának, ezzel megnyerte magának a mai Magyarországot politikailag, ez olyan számára, mintha finanszírozna egy kis szélsőséges pártot Európában. Pontosan erről van szó, tehát a Jobbiknak és a Fidesznek a finanszírozása az megfelel annak, ahogyan a francia Nemzeti Frontot, vagy éppen a görög Szirizát finanszírozza, csak hogy mondjak egy szélső jobboldali és egy szélső baloldali pártot. Putyinnak ez teljesen mindegy, a lényeg az, hogy az Európai Unió egységét képes legyen megbontani olyan pártok támogatásával, amelyek imádják, vagy netán istenítik az orosz civilizációt, amelyik éppen, hogy a demokrácia megveszekedett ellensége. Akkor elmegy Orbán Viktor Lengyelországba, és szemrehányást kap azért, hogy az Európai Unió egységét teszi tönkre, és teszi látványos-e az, hogy hídfőállást épített ki Putyin számára az Európai Unión belül, akkor a lengyeleknek igazuk van? A lengyeleknek természetesen igazuk van, és ami nagyon érdekes, hogy most már a Jog és Igazság nevezetű lengyel párt is ellenzi Orbánnak ezt az Európai Unió megosztására törekvő politikáját. Az a párt, amelyik lényegében 5 éve várja azt, hogy a budapesti gyorsvonat megérkezzen a varsói főpályaudvarra, mert egyébként ez a populista lengyel párt nagyon szereti azt az irányított demokráciát, vagy illiberális demokráciát, amit Magyarországon Orbán Viktor a demokrácia szétverésével bevezetett. De hát az orosz ellenesség és az Európai Unióhoz való tartozás az még ezeknél a pártoknál is erősebb. Következésképpen nagyon érdekes, hogy mekkora pofont kapott Orbán Kaczyński pártvezetőtől. Nem kapott pofont, hát Havasi Bertalant, ha meghallgatja, akkor megtudhatja, hogy Kaczyńskék hazudnak, Orbán Viktor nem is akart találkozni. Én biztos vagyok benne, hogy ez pontosan fordítva van. Én 5 évig együtt ültem a Jog és Igazság párt képviselőivel az Európai Parlamentben, az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciójában. Egyik oldalról ők nagyon-nagyon imádták Viktort, és nagyon szerették volna, hogyha az ő pártjuk ugyanilyen intézkedések bevezetésével hatalomra tud jutni Lengyelországban. Másrészt viszont nagyon nagy mértékben nem szerették az orosz terjeszkedő, nagyon zsarnoki, akarnoki politikát, úgyhogy biztos vagyok, hogy ebben az esetben őszinte ez a kiábrándulás, ami Orbán Viktorral kapcsolatban megfogalmazódik bennük. Ön megfogalmazott negyedik pontja viszont
Paksról szól, illetve azt a kérdést veti fel, hogy mert Magyarországnak a paksi erőmű bővítésére nincsen szüksége, nincs. Ezt evidenciaként kezeli ebben Abszolút. A kérdésben, meg a megadott válaszában. Vajon mit kapott Orbán Viktor azért cserébe, hogy eladta az országot az orosz érdekeknek, azt hiszem így fogalmaz. De igen, rájött arra, hogy mit kapott cserébe Orbán? Nem tudok rájönni természetesen, mert nyilvánvalóan nem véletlenül vannak államtitokká minősítve azok a szerződések, amelyek a paksi bővítést körüllengik. Valami nyilvánvalóan, hogy vannak olyan külön megállapodások is, amik papírra sem lettek vetve. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy majd nem talál egy következő demokratikus kormány itt olyan nyomokat, amelyek elvezetnek egészen megveszekedett nemzetközi korrupcióig. Ezt most nem fogjuk tudni kihámozni, erre várni kell sokáig, de mindesetre az jellemző, hogyha valaki egy kormány ilyen mértékig az országnak kifejezett kárt okozó intézkedésekben állapodik meg egy külföldi nagyhatalommal, az nem lehet véletlen. Azt írta egy tegnap előtti Facebook bejegyzésében, hogy Orbán Viktornak az ideje, Vlagyimir Putyinnak a türelme van fogytán, ez utóbbi engem kevésbé érdekel, majd igen. Megnyugszik. Orbán Viktor idejével hogy gondolkodik? Mennyi van? Hogy van? Miért van kevés? Miért nem, tudom, nem tudom, hogy mennyi ideje van, ez majd attól függ, hogy a magyar társadalom mikor elégeli meg azt az országpusztító, nemzetvesztő gazdaság, társadalom, kultúra és erkölcsi politikát, amit ők folytatnak. És szeretném a kultúra és az erkölcs részét is hangsúlyozni, mert nem pusztán a gazdaság meg a politika érdekes. Aznap fogadni Orbán Viktor részéről Vlagyimir Putyint, amikor beveszik az orosz reguláris katonai erők azt a Debaltseve nevezetű ukrajnai várost, amelyikben több ezren meghaltak már, és ezzel arcul csapva az egész világot mellé állni egy olyan nagyhatalomnak, amely gonosz, hazug és hamis politikával a demokrácia és a nyugat vesztére tör, ez több, mint bűn, ez hiba. Bokros Lajos, a MAMA elnöke volt a vendégünk, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. A híradó után várom önöket, visszabeszélünk majd arról, hogy a Human Rights Watch mit mond Magyarországról és az emberi jogokról.